történt 325 és 695 között? A kisé több mint 350 évet felölelő időszakban, az új kereszténység életében jelentős változások álltak be, mivel az apparátus 1. A könnyebb tanítást választotta. Róma a könnyebb, a betű és az anyag pál szerinti antiohiai tanítását vitte tovább, nem az alexandriait. Érthető, hogy az egyetemességre tanító tudást helyhez és időhöz kötötte. Pedig a tanításnak nincsen sem helye, sem ideje, mert öröktől fogva van. Nincsen ókori, középkori vagy újkori egyetemes tanítás. Egy tanítás van. Az, amelyre beavató mesterünk emlékeztetett, a kereszténységre való tanítás. Ezért a kereszténység a térbe és időbe helyezett ember visszatéréséhez szükséges beavató tanítás, nem kétezer éves, hanem az emberrel egyidős. Beavató mesterünk a tanítás megújításával akarta volna elérni, hogy a kereszténységben a folytonosság biztosítva legyen akik nem értették meg a tanítást, azok a folytonosságot számolták fel. Különben a vallási apparátusnak nem volt érdeke a folyamatosság biztosítása, mert ha a folyamatosság van, nincs új hatalomgyakorlási lehetőség. Kellett tehát az átrendezés, hogy az apparátus új hatalmi rendszert felállíthasson. Minden nagyobb változás, például a forradalmak, a háborúk célja, többek között a hatalmi átrendezés. A hatalmi átrendezésnek példája a 2022-es orosz-ukrán konfliktus, amely valójában a kelet és a nyugat konfliktusa. 2. Az apparátus ragaszkodott az áteredő bűnhöz a 418-ban tartott kartágói zsinat mindazokat elítéli, akik nem vallják a régi szövetségből átvett, Ádámtól származó áteredő bűnt. Az áteredő bűn elkövetése által az ember szabad akarata meggyengült, és ahhoz, hogy azt visszalehessen állítani, szükség van az apparátus általi keresztség felvételére. A zsinati határozat az egytől kapott szabad akaratot, a választás lehetőségét a bűnhöz kötötte. Az apparátusnak el kellett volna mondania a közembernek, hogy a bűn levetéséhez szükséges keresség belső beavatást jelent, ugyanis a keresztet magunkban kell felvegyük. Továbbá, hogy a kereszteléskor, az áteredő bűn lemosására nincs szükség, mert az áteredő bűnt mesterünk 2000 évvel ezelőtt eltörölte. Ezáltal visszaadta az embernek a választás szabadságát. Az Ádámhoz, mint első emberhez kapcsolt bűnről elmondható, hogy Ádám azt tette, amit bárki megtett volna. Ádám a megpróbáltatást, a tesztelést választotta hogy ezáltal bebizonyítsa, érdemessé tegye saját magát a visszatérésre. Ha Ádám nem kerül ki az életbe, akkor nincs lehetősége, hogy tanúságot tegyen az egyről, illetve az egy nem kerül a világba, vagyis a teremtett világ gazdátlan lett volna. Az ember az egyel együtt a világ gazdája, mert az egy a világot, Például a szakralitásokat, és benne a másik embert is, az emberre bízta. Az egy bízik az emberben, és abban, hogy ezzel a bizalommal nem fog visszaélni. A kapott bizalom előleg vagy kölcsön megtartásában minimálisan hitre, akaratra, bátorságra, és tudásra van szükségünk. 3. Az apparátus hatalmi érdekből elkülönítette és meghatározta a régi és az új szövetség fejezeteit. kanonizáltakra és az apokrifeknek minősített könyvekre, a nem kanonizáltakra. Az apparátus hatalmának kialakításához mindig is szükség volt az egységes dogmarendszerre és az egységes kanonizált könyvekre, hogy a közösség tagjai más írásokat ne olvassanak. A kanonizált könyvek első említése a 382-es római zsinaton történt meg, majd ez alapján 397-ben a toledói zsinaton is. 520-ban pedig a dekrétum, Gelaziánum rendelkezik róluk. Voltak olyan szerzők is, például Origenész, akinek egy munkája olvasásra engedélyezve volt, később pedig mégis elítélték. 4. Az apparátus megerősítette a római püspök a pápa primátusát. Elsőként a 343-as szardikai zsinat dönt a római pápa primátusáról, abban az értelemben, hogy a nemzeti zsinatok esetleges vitás kérdéseiben a római püspökhöz forduljanak. A kezdeményezés később átkerül a püspöki levelezésekbe is. Például 384-ben a Szilícius püspök felhívja a többi püspök figyelmét, hogy kövessék Péter utódát. Amit elfelejtettek kimondani: hogy Péter, aki az urat ugyan háromszor is megtagadta. A tanítást, akárcsak a többi apostol is, közvetlenül beavató mesterünktől kapta, ami az utódoknak számító püspökökre csak abban az esetben adódik tovább, ha az új tanítványok is elsajátítják a tanítások mélységeit és magasságait, amiről nincs tudomásunk, hogy így lenne. Amiről tudunk, az Péter és Pál teste Rómában, és nem a tanítás. 5. Az aparátus módosította a hitvallást. A nikajai zsinaton elfogadott hitvallással szemben a 381-es konstantinápolyi zsinat, a 150 atya zsinata, azzal módosította az apostoli hitvallást, hogy földhöz ragadt részeket toldott be az államegyház egységét célzó imába, mint a szűztől születést és a poncius pilátus alatti keresztrefeszítést. Az ima megalkotja a Szent Háromságtant, és útjára indítja a több évszázadon áttartó vitát a háromságról. Az ember alkotta hitvallást, többféle módon értelmezték és módosították. Volt közöttük nyugati és keleti változat is. A mi atyánk és az apostoli hitvallás összehasonlításából kiderül, hogy az egyik időfeletti, és a dualitásnak szól, a másik pedig az időnek és az analízisnek. 6. Az apparátus megmagyarázta az egytől származó kegyelmet. Az 529-ben megrendezett második oranzsi zsinat szerint a kegyelem nem birtoka a szabad keresztény embernek, hanem azt beavató mesterünktől kapja meg, mivel a kegyelem csak akkor nyerhető el, ha az ember érte megszenved. Nem mondták el, hogy az állandóan áramló kegyelmet mindenki képes befogadni, ha arra magát érdemesé tette, amint az sem, hogy érte nem kell szenvedni sem, csak befogadni. Az ingyen kegyelem csak a felkészülteket, az ébereket éri el tudjuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről van, a világosság atyától száll alá, ahogy Jakab levelében olvassuk. 7. Az apparátus megerősítette az egyház bűnbocsátó hatalmát. A 495-ös római zsinat szerint az apparátusnak teljes hatalma van a bűnök megbocsátására beavató mesterünk az oldás és kötés, a megbocsátás hatalmával hatalmazta fel tanítványait, minket, embereket, s ezt így tanította. Mivel ha megbocsátotok másoknak, amikor vétkeznek ellenetek, a ti mennyei atyátok is megbocsát nektek. Az apparátus önszántából a megbocsátást Intézményesítette. Külön megbocsátó hivatalt hozott létre, amelyből kihagyta az emberi szabad akarat gyakorlását, a megbocsátás választásának lehetőségét. Az ember egy végrehajtó, tömegember lett, akitől elvették a tanítást és annak tanítóját. Mi több, az életet is bűnnek tekintették. 8. Az apparátus kialakította az egyházi hatalom hierarchikus szerkezetét. Az új keresztények számának növekedése megkövetelte a dogmatikus tanítást, a liturgiákat és az ezzel járó ügyintézést és a feladatok elosztását. A hierarchikus felépítésben szerepet játszott az intézményes bűnbocsánat is, ahol a kisebb bűnöket alsóbb szintű papok oldották fel, a nagyobbakat pedig felsőbb papok, állami ügyekben pedig a pápa. Az egyházi apparátus fontosságának kiemeléséhez bevezették a kettős, az egyházi és a világi főhatalom rendszerét, ahol a világi hatalom az emberi dolgoknak viseli gondját, az egyházi hatalom pedig az istenieknek. Két hatalom, apparátus, egy ember fölött. 9. Az apparátus értelmezte a Szent Háromságot, és beavató mesterünket már 343-ban a szardikai zsinaton kijelentették, hogy a fiú egylényegű. Homo oscius. a fiú egylényegű az atyával, a mindenhatóval, ő a pantokrátor. Később a szenthármassági vitákban a három lényeg egy szemében nézőpont győzött. Ezzel párhuzamosan harmadik Sixtus pápa egyik levelében úgy említi meg az emberi hármasságot, mint az ige, szellem, logosz, lélek és test, illetve beavató mesterünknek közvetítő szerepe van az egy és az ember között. Felmerül a kérdés, hogyha már az ötszázas években felismerték az emberi hármasságot és mesterünk közvetítő szerepét, akkor a későbbi évszázadokban miért tértek vissza gyakran a kettős, test és lélek összetevőkre, és nem említik mesterünk kapocs szerepét az egyel, ami által évszázadokra kiterjedő sok vallásvita elkerülhető lett volna. Így a mester és az ember, mint tanítvány, ma közelebb állna egymáshoz. De épp ennek fordítottját az eltávolodást látjuk. A kristológiai vitában jelentős mérföldkőnek számít a 431-es Efezusi zsinat Konstantinápo és Alexandria között, ahol a vita ebben az esetben is sajnos a látható testről és nem a szellemről szólt.